Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Hogy a szürkének van-e 50 árnyalata, nem tudom, utalva ezzel egy filmnek a címére. De ha megnézik mögöttem a zöldnek, akkor bizony elég sok árnyalata van. Így ősztájékán a legjellemzőbb, hogy ebből a zöldből az aranysárga, a barna és a színek kavalkádja, a vörösig, minden megtalálható. A természet szó szerint elbűvöl minket, és leginkább megmutatja idézőjelbe ezer arcát. A tegnapi nap feltettem egy videót, amelyben az élet értékéről próbáltam elmondani a véleményemet. Nagyon sokan fennakadtak azon az ominózus mondaton, amikor az úgynevezett maszkra utaltam. Összefoglalnám a véleményemet arról, ami jelenleg van. Én sem majöttem a 620-assal. Kezdem azzal, hogy valamikor 2005 tájékán, nem emlékszem már pontosan a dátumra, Bill Gatesnek van egy felszólalása, amely felszólalásban egyértelműen pontosan kimondja, hogy bőven elég lenne 500 millió ember a Földön. Bill Gates alapítványa támogatja Wuhanban a laboratóriumot. Katonáknak olimpiát rendeztek 2019. decemberre előtt, majd utána érdekes módon megjelenik a piacon a betegség hordozója. Nem mondhatom ki, mert a YouTube azonnal törli. Tehát az a helyzet, hogy én úgy gondolom, hogy asztrológiailag, ha megnézik egy tavaszi videómat, ott egy kínai horoszkópra utalva, egyértelműen kívülről jön ez a betegség a világra. Tehát a véleményem az, hogy ez a betegség csinált. Azt gondolom, hogy bizonyos érdekek, elsősorban gazdasági érdekekre gondolok, állnak ennek az egész történetnek a háta mögött. A következő gondolatom, hogy állandóan vannak, megjelennek különböző fertőző betegségek. Teljesen mindegy most, hogy eboláról beszélünk, vagy mit tudom én, maláriáról, vagy bármi másról. A jelenlegi helyzetben, és itt nagyon kérem figyelni, mert némelyeknek szövegértelmezési problémáik vannak. Én asztrológus vagyok, tehát ahonnan én ezeket a dolgokat önöknek mondom, az az asztrológiából eredeztethető, értik? Tehát az én véleményem egy asztrológusnak a véleménye, amiben vagy tetszik, vagy nem tetszik, ennyi. Ha nem tetszik, le kell kapcsolni a videómat, ennyi. Tehát jelen pillanatban azt hiszem, hogy a bevezetővel elmondtam mindent. Vagyis azt gondolom, hogy ez az egész, ami most folyik, az egy
nagyon komolyan létrehozott valami, de ugyanakkor azt is gondolom, hogy nekünk itt most például Magyarországon az a dolgunk, hogy megvalósítsuk a bakban álló Szaturnusz-Jupiter-Plutó együttállás üzenetét. Nevezetesen fogjuk vissza magunkat. A visszafogásnak egyik szimbóluma ez a maszk. Nem gondolom, hogy évekig kell ezt csinálni. Decemberben a Szaturnusz átmegy a vízöntőbe. A vízöntő a bakkal ellentétben a szabadság jele. Tehát ott nem fogom azt mondani, hogy vegye fel mindenki a maszkot. Itt jöttek különböző gyerekkérdéssel, elnézést kérek, én felnőttekkel beszélgetek, nem gyerekekkel, és a felnőttek majd maguk döntik el, hogy mit akarnak a gyerekekkel csinálni. Oké? Én felnőttekhez szólok, nem a gyerekekről beszélek. Nekem is van unokám, felneveltem 4 gyereket. Kérem szépen, a felelősségvállalás az nagyon is a Szaturnusz a bakban. Kinek, hogyan, milyen helyzetben, milyen felelősséget kell vállalni, azt én itt nem tudom megmondani. De mindenkinek el kell ezen gondolkozni, hogy ott, a saját helyén, a saját életében ő hol és miért vállal felelősséget. Tehát itt elsősorban erről van szó. Hol húzom meg a határaimat? Én, a másik ember, a harmadik ember. Én nem foglalkozom azzal, hogy a másik ember hol húzza meg a határait. Én arról beszélek, hogy most ennek az állásnak ez az üzenete. Mivel a Mars az utóbbi hetekben a kos jelben jár, és a kos arról szól, hogy megyek fejjel a falnak, hogy nem érdekel senki és semmi, hogy letarolok mindent. Csak az számít, amit én gondolok. Oké, erre én azt mondom, nincs ezzel gond, találjuk meg ennek a helyes kanalizálását. Hogy lehet ezt levezetni, ezt a belső késztetést? És erre egy pár nappal ezelőtti videómban elmondtam azt az ötletet, hogy milyen izgalmas lenne, ha mindenki most egy belső utat járna be, és nem rosszul élné meg ezt a konstellációt, hogy a Mars és a Szaturnusz az égen támadják egymást. Tehát magyarul nem egy forradalmat kell csinálni, lásd Mars, hanem egy belső forradalmat kell csinálni. Tehát azt kell megnézni, hogy én saját magamban hol tartok most, milyen módon tudnám a saját életemben a saját feladataimat, felelősségemet, óvatosságomat, félelmeimet kezelni. Tehát amikor én a maszkról beszélek, az nem félelemről szól, hanem arról a fajta elhatárolódásról, amely kifelé a külvilágban szimbolikusan megjeleníti azt a fajta elhatárolódást, de közben egyfajta felelősségérzetet is fogalmaz meg, hiszen vigyázok az embertársamra. Visszafogom saját magam, ugye? Erről szól ez a maszk, hogy vissza tudom-e fogni saját magam. És bocsánatot kérek, nem az utcán kell hordani, nem a nagy füves, hegyes vidéki tájakon, nem. Azokon a területeken, ahol kicsi helyre besűrűsödhetnek emberek. Egy jármű, nem teljesen logikus, hogy egy autóbuszon, ahol sokan utazhatunk, vagy a metrón, olyan nagy probléma ott felvenni, utána kimegyek a levegőre és leveszem.
Vagy bemegyek egy közértbe vásárolni, és felveszem a maszkot. Ebből kell akkora ügyet csinálni. Na mindegy. Nem azért, mert ezt mondja a mainstream média, vagy mainstream, hogyha szebben mondjam, könyörgöm. Én nem egy politikai megbízatást hajtok itt végre. Én elmondom, hogy ma egy ilyen állásnál mi a helyes. Tessék megvizsgálni, hogy ezek az állások mi mindent jeleznek az utóbbi időben a Földön. A vulkán kitöréstől az elképesztő trópusi viharokig, akár Magyarországon is nagyon súlyos viharos időszakok voltak, és nagyon komoly károk keletkeztek. Ez mind benne van a pakliban, ahogy a jelenlegi helyzet alakul. Az is benne van a pakliban, hogy mivel a Jupiter is ott áll a Szaturnusz és a Plutó mellett, a Mars kvadrátja miatt állandóan újból és újból visszajön ezen a térfélen a meleg. Tehát szinte nézzük meg, hogyha egy meteorológiai térképet megvizsgálunk, teljesen el van borítva az afrikai eredetű meleggel az egész szférája itt. Tehát a mérsékelt égövtől lefele ugye a mediterrán területekig mindenütt meleg van. Tehát elképesztő az idő. Ami önmagában nem baj, csak értsük azt, hogy mi zajlik körülöttünk, hogy hogy történ, mi ez az egész. Hát minden szimbolizál valamit. Ez a meleg azt szimbolizálja, hogy most itt ilyen időben nagyon erőteljesen, még úgy olyan forrón tud sütni a nap, hogy elképesztő. De ugyanakkor mondhatjuk azt is, és itt térek vissza a videóm címére, hogy akármilyen önkorlátozást választunk, akárhogy is korlátozzuk önmagunkat, az öröm keresése az elképesztő módon feltölti az energiánkat. Hogy ez az öröm abban a szépségben nyilvánul meg, hogy nézem a fák leveleit, vagy nézem a kerti virágokat, azok nyílását, ahogy dongja őket rengeteg kis rovar, vagy éppen abban gyönyörködöm, hogy látok valami szép, mondjuk teszem azt, egy nagyon sokféle tévéadás van, nem csak a úgynevezett főcsatornák. Van például egy olyan adó, ahol rengeteg gyönyörűséges filmet mutatnak be a mediterrán területekről, építészetről, természetről. Mindegy, nem akarok semmit se reklámozni, ne értsék félre. Számtalan ilyen hely van. Tehát ott csak keresni kell, állatokról gyönyörűséges filmeket lehet látni, különböző építészeti, műemléki, igazán azt lehet mondani, hogy van fenn vagy 90 vagy nem tudom hány csatorna, ott aztán lehet válogatni, jobbnál jobb. Igazában véve az lenne a motto, vagy az lenne a jelszó, hogy keresni mindenben azt a szépet, azt a felemelőt, ami elbűvöl, ami megemeli a lelkem, ami energiával tölt fel, ami hozzájárul a mindennapjaim, akár energiaszintről beszélünk, akár az örömteliségről, tehát hozzájárul a mindennapjaim harmóniájához, békéjéhez, nyugalmához. De ez egy
ez egy szemlélet. Valójában arról van szó, hogy én a gondolataimat úgy irányítom, arra törekszem, hogy keressem mindenben az örömet, vagy keressem mindenben a szépet és a jót, ami kellemes, ami nem durva. Egyre nehezebben viselek el például most már ilyen horrorisztikus, meg ilyen dzsumbuj filmeket. A szép, a harmonikus, a jól megfényképezett, jól megkomponált filmeket keresem, és ha belenézek valamiben, még ha jól is hangzik a címe, és nem oké, tovább kapcsolom. Nem minthogyha irtózatosan sokat televízióznék, mert jobban szeretem a saját diófámnak a leveleit nézni, vagy kimenni a kertbe, és megnézni, hogy hogyan érik a paradicsomom, mert ezek, és természetesen utána meg is kóstolom, és meg is ízlelem, és meg is eszem, ezek rendkívül, tehát miután raktam lakótelepi lakásban, nem is keveset, így elképesztően meg tudom becsülni azt, hogy most kimegyek a kertbe, és leszedem a saját szőlőmet, a saját paradicsomomat, a saját körtémet, vagy pár héttel ezelőtt még a utolsó őszi barackiaimat. De ugyanakkor érdemes belegondolni, hogy volt egy csodálatos film, az Angyalok városa, ahol ugye az angyal beleszeret a doktornőbe, és ezért úgymond leszületik a földre, vagy átjön ebbe a dimenzióba, és többek között ott jelenik meg egy olyan, a beszélgetésben egy másik angyal, aki szintén ugyanezt megcsinálta, kérdezi tőle a főszereplő, hogy milyen a körte íze. És amikor a Meg Ryan, aki a doktornőt játsza, meghal, akkor elmegy az angyal a piacra, és vesz 2 kiló körtét, vagy 1 kilót, mindegy. Mert azt szeretném én igazában véve itt üzenni önöknek, hogy minden pillanatban elragadtatásban részesülhetünk, ha hagyjuk a lelkünket megemelkedni. És akkor tök mindegy, hogy mi van kint, meg hogy maszk vagy nem maszk, nincs ennek akkora jelentősége, könyörgöm. Annak van jelentősége, hogy milyen a körte íze. Hogy, és itt én Isten hívő vagyok. Ez már gondolom jó néhány videómból kiderült. Ha én megkóstolok egy fürt szőlőt, vagy leszedek a fáról egy körtét, akkor elcsodálkozom azon a fantasztikus tökéletességen, hogy milyen ízkavalkát fogadja az ínyemet, a nyelvemet, a számat, ha beleharapok egy ilyen érett gyümölcsbe, és hálát adok az Istennek, hogy ezt megtapasztalhatom. Én nem azt mondom, hogy nem kaphatok számlát X közműtől, ami esetleg leveszi az energiámat. De nagyon-nagyon keresem mindenben azt a szépet és jót, ami visszahelyezi az energiaszintemet. Mert egészen más egy ilyenfajta kegyelmi állapotban élni, mintha állandóan valamin bosszankodom, állandóan valami zavar, állandóan elmegy az a fajta energia, amit teszem, azt egy jó alvásból megszereztem. Úgyhogy
azt javaslom, hogy főleg az ilyen nehéz állások idején, amikor tényleg, most nem akarok itten panaszkodni, de hát a hűtőszekrényünk már nem úgy üzemel, ahogy hát kellene venni egy új hűtőszekrény, kellene venni egy mosógépet, ami éppen most megadta magát, és a programja nem úgy működik, és lehetne sorolni, hogy mi minden van. Egy héttel ezelőtt a nagy viharnál beázott a pincénk. Kérem szépen, ilyen videót is lehet csinálni, hogy elkezdek panaszkodni. De én nem szoktam panaszkodni, mert nincs, mert ennek meg fog oldódni. Olyasmiről fölösleges beszélni, aminek úgyis az a dolga, hogy megoldódjon. Senki se szereti, hogyha víz áll a pincéjébe. Senki se szereti, hogyha mit tudom én, egy idő után megint teknőbe kell mosni. Hát ezeket nyilván meg fogjuk oldani. Meg fog oldódni. Hogy ez egy időmennyiség lehet. De megint itt van a fék, a Szaturnusz. De nem ő okozza, könyörgöm. Hanem most egy ilyen helyzet van az életünkben. És jelenleg az egész világ életében. Miről beszélek? Arról, hogy ne a fékekkel foglalkozzunk. A fék az van. Az hozzátartozik az élethez. A Szaturnusz mindig volt, van, lesz. Az örömről beszélek. A mosolyról. A vidámságról. Az energiaszint megemeléséről. Hogy keresek mindig valami olyat, amitől jobban érzem magam, ami emeli az energiámat, amitől vidám vagyok, mosolygós vagyok, még akkor is, ha időnként, hát most ne haragudjanak, az mégiscsak furcsa, nem, hogy én itt ülök, és egyfolytában, bocsánat a kifejezésért, röhögök. Hát nem ez a dolgom itt. Majd, ha abba hagytam a úgymond videó elkészítését, akkor még lesz időm röhögni. Bár hozzá kell tegyem, egyszer csinálhatok egy olyan videót, hogy itt hahotázok maguknak 10 percet. Hozzá kell tegyem, hogy ez terápiás jellegű, tehát ez gyógyító jellegű. Sose felejtem el, volt egyszer egy, én 1991-ben kaptam egy megbízást, hogy hozzak létre egy természetgyógyász klinikát. Ez a 19. kerületben fel is épült, létre is jött, hogy aztán mi lett vele, azt most hagyjuk, de a lényeg az, hogy akkor én irgalmatlan sok erőt és energiát tettem bele. Egyébként bármivel foglalkozom, mindenben rengeteg energiát teszek bele. És akkor volt az, hogy dr. Sarkadi Ádám, aki írt egy könyvet még a 90-ben vagy 89-ben, azt hiszem az volt a cím, hogy Természetgyógyászat Dióhéjban. És akkor én megkerestem az Ádámot, aki Németországban vezetett egy természetgyógyász klinikát, egy csodálatos helyen, Eppenbrunnban, igen, Eppenbrunnban. Ez Karlsruhétől egy körülbelül olyan 80 kilométerre a francia határ felé. Hát mit mondjak, a hely maga egyszerűen káprázatos volt, csodálatos volt. Csodálatos erdők, csodálatos hegyek, vízimalom, pisztránk, tó, és ott gyógyultak a rákos betegei. És egyik alkalommal, tehát ott vendégül látott minket az Ádám 4 napra, a minket alatt azt értem, hogy 3 orvossal voltam kint, és egyik reggel, vagy egyik nap azt mondta az Ádám, hogy menjünk ki vele, korán reggel megmutatja, hogy hogy kezdi a napot a rákos betegekkel. Hozzá kell tegyem, hogy mielőtt még valaki azt gondolja, hogy ez kötelező volt, nem. Önkéntes volt. Tehát a betegek önkéntesen vállalták, hogy felkelnek reggel 6-kor, és végigcsinálják az erdőben az Ádám által diktált gyakorlatokat, amelyek egy része, mondjuk úgy, hogy jógával volt kapcsolatos, de elsősorban ilyen keleti, tehát minden nagyon-nagyon izgalmasan állította össze az Ádám ezeket a gyakorlatokat, és ebben a gyakorlat sorban volt
egy olyan gyakorlat, tehát képzeljék el, hogy ott állunk a rengeteg beteg, és mi, akik vendégül lettünk látva, az orvos barátaim és én, és az Ádám ott szembeáll velünk, ugye ezeket a gyakorlatokat bemutatja, mindenki végrehajtja, és ezek után az Ádám elkezd nevetni. És aztán belejön, és még jobban nevet, és a betegek elkezdik követni, és körülbelül 10 percig ott hahotázik mindenki az erdőbe, a végén már alig bírjuk abba hagyni, és még egy adalék, én vagy 8 évig jártam Adonyba Lajos atya természetgyógyász, természetet nem kell gyógyítani. Tehát a természetes gyógymódokról, a népi gyógymódokról tartott nekünk ott előadásokat, illetve gyakorlati útmutatókat, és elmondom, hogy fogadott minket Lajos atya minden hónapban, amikor leérkeztünk. Na gyerekeim, melyik a legegészségesebb testmozgás, kérdezte a Lajos atya, és már kórusban válaszoltuk, hogy a nevetés. Rengeteget nevettünk. Lajos atya egy vidám ember volt, és közben persze nagyon komoly dolgokról tanított. A nevetés is emeli az energiaszintet. Az örömben úszás művészete, az lenne a legjobb és a legfontosabb, amit most kifejezetten ebben az úgynevezett nehéz időszakban, tehát itt most a konstellációkra gondolok, erre az égi helyzetre, ebben az nehéz időszakban gyakorolni, hogy miben látjuk meg az örömet. De ez nagyon fontos, hogy nem hagyjuk eltéríteni magunkat negatív gondolatokkal. Nem elégedetlenkedünk, hanem olyan helyzetet keresünk, mindenben megtaláljuk a jót, mindenben megtaláljuk a számunkra előre vívő tanítást, az üzenetet, ami csak nekünk és csak értünk van. És abban a pillanatban meg fogják látni, hogy az egész életük egyszerűen megváltozik. Egy csodálatos, hát nem tudom, hogy lehet-e boldogságnak nevezni, én inkább azt mondanám, hogy a kedélyállapotuk és a mindennapi rezgésük egy nagyon-nagyon kellemes alaphangon fog működni, és ha már csak ez megvan, már akkor óriási az a minőségi változás, amit az életükben meg fognak tapasztalni. Vigyázzanak magukra, nem ellentéteket szerettem volna szítani, elfogadni. Én itt most mondom így a kamerába, én azokat a kedves beszólásokat, amelyek, vagy hozzászólásokat, amelyekkel, némelyikkel ki vagyok oktatva, kommunikációban mester vagyok, elnézést, mesterfokú végzettségem van, abban is, sok mindenben, de azért csak úgy mondanám. Tehát pontosan tudom, hogy a szavakat mikor, hol, hogyan, jól ismerem a magyar nyelvtant, még akkor is, ha esetleg követek el hibákat, mert viszont a billentyűzetet nem tudom jól használni. Tehát a lényeg, én azokat a kedves embereket, akik szólnak nekem, vagy idézőjelben beszólnak nekem, én azokat is elfogadom. Ez az ő véleményük. Ők így látják. Én pedig azért vagyok itt, hogy segítsem a kedves nézőimet,
hogy jobban lássák, hogy boldogabban lássák, hogy örömtelibben lássák, hogy harmóniában ússzanak. És most itt nem valami, mit tudom én, ilyen feldobott hollywoodi, hagymázas rózsaszín boldogságról beszélek. Nem. Arról a kellemes állapotról, ami az élet sója, ami előre viszi az életet, és amitől visszatérve az élet értékére, minden nap úgy fekszünk le, hogy köszönöm, Uram, köszönöm ezt a mai napot is, köszönöm a tapasztalásokat, köszönöm a szépséget, az ízeket, köszönöm, hogy vigyázol rám, köszönöm, hogy tanítasz engem, és köszönöm, hogy vagy benne. Isten áldja önöket, vigyázzanak magukra. Viszontlátásra.